A Szekszárdi Fesztivál helyszínén 37 táncegyüttes 900 táncosa jelenik majd meg egy nagyszabású központi program keretében, a Béla Király téren. Emellett a város számos pontján mutatkoznak majd be a különböző csoportok. Olyan programokat szeretnénk, hogy mindenkit be tudjunk mutatni, és lehetőség szerint nem színházi körülmények között, hanem az utcákon, tereken. Énekelünk, táncolunk, és szeretnénk megállítani ezzel az embereket, hogy pillantsanak rá, csodálkozzanak egy kicsit ide, és egy kicsit ismerkedjenek meg a megye és a megye határon élő együttesekkel. A tánc mellett szerep jut majd a megyében működő kézművességnek is, akik bemutatók mellett foglalkozásuk fogásait is a közönség elé tárják. Lesz gyöngyfűzés, szövés, csuhé, hímzés például, rajtkötés lesz, tehát nagyon sokfajta foglalkozási lehetőség, szövésen belül is például a gatyamandzak szövés, kártyaszövés, akkor rajtszövés, rajtkötés, tehát a egy-egy fő szakágon belül is többfajta dolgot tudunk bemutatni, és tudunk megmutatni, akár részt tudnak benne venni, és megpróbálhatják igazából elkészíteni az egyes darabokat. Az első Kárpát-medencei Csúri Fesztivál célja, hogy ne csak azok a csoportok jussanak bemutatkozási lehetőséghez, akiknek nagyságuknál és ismertségüknél fogva ez egyébként is megadatik, hanem ismerkedjenek meg a látogatók szűkebb lakókörnyezetük népművészeti sokszínűségével, viseleti kultúrájával, a kisebb együttesek segítségével, akik megmutatták már magukat egy felszállott a páván vagy táncház találkozón.